A Csokonai óvoda étkezője adott helyet az összejövetelnek, ahol kommunikációs és konfliktuskezelési tréningprogramot indított szülőknek a Logikusak Oktatási Kulturális és Sportközhasznú Egyesület. Nagy izgalom volt bennem a jelentkezők számával kapcsolatban. Nehezen indult be, de aztán elég sokan jelentkeztek. Sajnos a vírushelyzet miatt ketten-hárman mégis visszamondták, mert karanténba kerültek, de ehhez képest el tudtunk indulni, több mint 10 vagyunk a tréningen. A 9 órától délután 4 óráig tartó program során szigorúan a járványügyi előírásoknak megfelelően tartott előadást a vendégelőadó. Néha már a óvodáskorú gyerekekkel is nehéz szót érteni, mert a dackorszak, az erőszakosság miatt sokszor a szülő tehetetlennek érzi magát, és nem tudja, hogy hogyan érje el azt, amit ő szeretne. Új kommunikációs formulákat fogjuk itt begyakorolni, hát a konfliktus kezelésnek pedig szintén a kordon szerint van egy harmadik útja, mert ugye a konfliktus kezelésbe vagy a szülő győz, vagy a szülő veszít. De van egy olyan út, hogy nincs vesztes, hanem csak győztesek vannak, és remélhetőleg ezt majd mindenki elsajátítja a tréning végére. A résztvevők között volt, aki már korábban részt vett hasonló tréningen, így számára ez már az alapokra való ráépítés volt. Én inkább itt az értőfigyelemre térnék ki jobban, hogy jobban meghallgattam a gyereket, jobban odafigyeltem az érzéseire, amilyen igényei voltak, azt próbáltam megbeszélni velem, megegyezni, ha én esetleg más véleményen is voltam. Valamint az, hogyha nekem volt problémám az én üzenettel kapcsolatosan, ha nekem volt problémám azt is kifejezni úgy, hogy meghallja a másik fél, és megegyezni. Aki kedvet kapott a szülői tréninghez, az még jelentkezhet a Logikusak Oktatási Kulturális és Sportközhasznú Egyesületnél. Az elképzelések szerint május 1-én, illetve május 8-án, 9-én folytatódik a foglalkozás.